Sokat változott hazánkban a gyermekvállalási kedv az utóbbi években. Újra elkezdett például csökkenni a szülőnők átlag életkora. Ez azért is jó hír, mivel több veszélye is van annak, ha a nők később szülik meg első gyermeküket. Ezekről is beszámolunk mai adásunkban, előbb azonban nézzük a teljes kínálatot. Köszöntöm Önöket! Lakásbérleti problémák, sok tulajdonos tart a kikötözni nem akaró bérlőktől. Turisztikai fejlesztések Tokajban, libegő és új szálloda is épül a zempléni városban. Késői gyermekvállalás, anyagi feltételek, karrier kontra veszélyek és kockázatok. Jogos elvárás egy ingatlan tulajdonos részéről, hogy ő mondhassa meg, ki és meddig lakhat a házában vagy lakásában. Vannak azonban olyan esetek, amikor úgy érezheti, elveszíti a kontrollt, és nem tudja, milyen jogai lehetnek, ha kitenni a bérlőt. Nem mindegy például, hogy csak ügyvéd előtt írtak szerződést, vagy közjegyző is jelen volt. Egy dolog biztos, hivatalos szerződéssel is elhúzódhat egy ilyen ügy, ha azonban semmilyen papír nincs a kezünkben, akkor még nehezebb a dolgunk. Tulajdonképpen ugye még fontos tisztázni, hogy azért a köznyelvben a jogcím nélküli lakáshasználat az a pejoratív értelme miatt néha összemosódik az önkényes lakáshasználókkal. Ugye a két fogalom között az a különbség, hogy az önkényes lakáshasználók esetében ugye eredetileg sincs semmilyen olyan jogcím, ami alapján ők mondjuk az ingatlant használatba vehetnék, hanem egy üresen álló ingatlant foglalnak el, és ugye ebben az esetben ők szabálysértést követnek el, tehát annak tulajdonképpen ugye nagy szabálysértési vonzata is van. A jogcím nélküli használók esetében a helyzet annyiban eltérő, hogy ők egy bizonyos szerződés vagy megállapodás alapján veszik birtokba az ingatlan, aztán ennek a jogviszonynak a megszűnése folytán válnak ők a továbbiakban jogcím nélküli használóvá. Erre a leggyakoribb eset az tulajdonképpen ugye a bérleti szerződésnek a megszűnése. Ugye ami vagy megtörténhet határozott idejű bérleti szerződéseknél a jogviszony időtartamának lejárta miatt, vagy a határozatlan idejű szerződéseknél akkor, hogyha valami értelem mondja a szerződést. Mi történik akkor, hogyha nekem van egy albérlőm, akár olyan, akár határozott idejű szerződés esetén, akár mondjuk egy nem fizetés, vagy bármilyen okból én szeretném felmondani ezt a szerződést, ez meg is történik, tehát megszűnik a bérleti szerződés, viszont ő nem költözik ki a lakásból. Mit tehet akkor egy tulajdonos? Igazság szerint ugye ennek az egyik fontos kulcskérdése az, hogy maga a bérleti szerződés, vagy a bérleti szerződés egyes kérdéseiben való megállapodás az milyen formában jön létre. Ugye ha a bérleti szerződés a felek között magánokirati formában születik, tehát az azt jelenti, hogy akár két tanú által hitelesített formában, akár ügyvéd által ellenjegyzett formában, akkor magához az okirathoz, illetve az annak megszüntetéséhez fűződő jogkövetkezmények, azok közvetlenül nem végrehajthatóak, tehát magyarul, hogyha a bérlő nem költözik ki, akkor abban az esetben ugye a bérbeadó kérheti a bíróságtól, hogy állapítsa meg a jogviszonynak a megszűnését, és kötelezze a bérlőt a kiköltözésre, ami, mivel egy peres eljárás, azért értelemszerűen egy hosszabb procedúra. Ugye ezen abban az esetben lehet változtatni, amennyiben vagy a bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződésben vállalt egyes kötelezettségek vonatkozásában közokiratot készítenek a felek közjegyző előtt, mert hogy a közokiratba foglalt vállalások azok közvetlenül is végrehajthatóak. Tehát magyarul, hogyha a kötelezet nem teljesít, akkor a közjegyzőn keresztül lehet kérni azonnali végrehajtást, és akkor ennek keretében akár az ingatlan kivítését is. Ami fontos, és igazából ugye sokan el szokták felejteni, meg talán a köztudatban annyira nem is elterjedt, hogy a határozatlan idejű, illetve a határozott idejű bérleti szerződések között annyiban van különbség, hogy amennyiben a határozott időtartam eltelik, abban az esetben, ha magánokiratban született a bérleti szerződés, akkor is van arra törvényi lehetőség, hogy a végrehajtási törvény rendelkezése alapján a bérbeadó az ingatlan kiürítését kérhesse közvetlenül a bíróságtól egy nem peres eljárás keretében. A szívességi lakáshasználati megállapodás is egyfajta szerződés. Tulajdonképpen ez egy ilyen atipikus szerződéses forma megállapodás, annyiban nehezíti a helyzetet, hogy utólag nagyon nehezen bizonyítható ennek a megállapodásnak a tanultalannak. És itt elsősorban ugye a
a szívességi lakás használat terjedelme, illetve időtartam az, ami kérdéses ilyen esetekben, hogy tulajdonképpen, amikor én eredetileg átadom az ingatlanomnak a használati jogosultságát, akkor ezt milyen időtartamra engedélyezem a másik felnek, illetve milyen feltételekkel teszem ezt meg. Alapvetően abban az esetben, hogyha a szívességi használat már az eredeti megállapodás szerint is határozottan idejű, tehát nincs konkrét időtartamhoz kötve, abban az esetben a joggyakorlat alapján ugye egy 15 napos felmondási határidővel felmondhatja azt a lakástulajdon, ahogy a haszonkölcsön szerződéseket is, és hát akkor tulajdonképpen ugyanaz a procedúra, amit az előbb elmondtam a bérleti szerződéseknél, tehát a tulajdonos peres eljárás keretében tudja kérni a bíróságot arra, hogy kötelezze a bentlakót az ingatlan birtokának a visszabocsátására. Beszéltünk ugye arról, hogy a legtöbb esetben, hogyha nem közjegyző előtt íródott ugye papír, akkor bírósági eljárás keretében történhet meg akár a bérlő vagy nem bérlő kilakoltatása. Ezek milyen hosszú ügyek lehetnek? Alapvetően ugye a folyamat az pont a peres eljárás jellegében adódóan azért viszonylag hosszú. Tehát ugye a peres eljárásnak is ugye megvannak a maga előírt határidejei az egyes jognyilatkozatok közlése kapcsán. Tehát azért még óvatosan becsülve is azért egy év nagyjából rámehet arra, mire mondjuk egy tényleges peres eljárás keretében a bíróság el is rendeli az ingatlannak a kiürítését. Ez azért sokban függ a bentlakónak, a bérlőnek a hozzáállásától. Tehát, hogyha ő a peres eljárás keretében az igényeket nem vitatja, vagy inkább csak kényszerűségből megy be a perbe, akkor ugye gyorsabban lemehet az eljárás, hogyha ő ott tanúkat kér meghallgatni, egyéb más érdemi módon is védekezik, akkor azért az eljárás maga az elhúzódhat, mondjuk a tanú meghallgatások, meg az operatív bizonyítékok beszerzése miatt is. A rendőrség az már igazából ugye a végrehajtási szakaszban lép csak képbe, tehát abban az esetben, hogyha megszületik a jogerős bírósági ítélet arról, hogy a birtokot vissza kell bocsátani, illetve az ingatlant ki kell üríteni, akkor ugye végrehajtás keretében lehet kérni a végrehajtótól, hogy intézkedjen az ingatlan kiürítéséről. A végrehajtó is előbb ugye felhívja az önkéntes teljesítésre a bentlakót, tehát ugye megkísérő őt felszólítani arra, hogy önként távozzon, és amennyiben ő ennek a végrehajtói felszólítás ellenére sem tesz eleget, abban az esetben lehet kérni azt, hogy készenintézkedéssel, tehát mondjuk rendőrségnek a bevonásával valósuljon meg a kiürítéssel, a kikényszerítése. Említette, hogy ugye akár egy évig is elhúzódhat egy ilyen peres ügy. Erre az időtartamra követelhet a tulajdonos bérleti díjat ugyanúgy, illetve változtat-e az valamint a helyzeten, hogyha mondjuk ez a bérlő semmilyen rezsi, illetve egyéb költséget nem fizet meg ez alatt az idő alatt? Alapvetően ugye ameddig a birtoknak a visszabocsátására nem kerül sor, tehát tulajdonképpen a bérlő használja az ingatlant, akkor a jogcím nélküli használat időtartamára is köteles használati díjat fizetni. Ezt általában ugye a bérleti díjjal azonos összegben szokták meghatározni, ha csak mondjuk a feleknek a szerződésében nincs ilyen erre eltérő megállapodás. Ugye a költségek viselése az megint más kérdés, mert hogy a használat időtartam alatt felmerülő költségeket azt ugye a bérlőnek főszabály szerint fizetnie kellene. Az más kérdés, hogy ilyen esetekben azért a tapasztalat az, hogy aki már a bérleti díjat sem fizeti, az nagy valószínűséggel a rezsi költségekre sem áldoz. Tehát tulajdonképpen, ha ezeket később a tulajdonosnak meg kell térítenie, akkor ugye ezt ugyancsak per útján tudja érvényesíteni a bérlővel szemben. Én azért a gyakorlat során azt szoktam javasolni a bérbeadóknak, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor azért a közüzemi szolgáltatóknál ne jelentsék be a bérlőt, mint fogyasztót, hanem ugye a bérbeadó kapja meg továbbra is a számlákat, és akkor a költségeket is közvetlenül a bérbeadó felé fizesse meg a bérlő, mert így azért marad a bérbeadónak egyfajta kontrollja, arra vonatkozóan, hogy ne halmozódjon fel nagyobb mértékű tartozás a fogyasztásból adódóan, illetve adott esetben, hogy azzal az eszközzel ért a bérbeadó, hogy a tartós nem fizetés miatt ő maga kérte a szolgáltatótól, hogy korlátozzák a szolgáltatást, vagy kapcsolják le. Ugye ezt elsősorban az áramnál, meg a gázszolgáltatásnál lehet kérni,
és akkor legalább azt meg tudta akadályozni, hogy amíg a kiürítést el nem rendelik, addig ne halmozódjon fel tovább a rezsitartulás. Ön, mint ingatlan jogász, mit javasol, hogyha valaki mostanában azért kiad egy lakást, akkor mire figyeljen a legjobban, akár a szerződés tekintetében, akár mondjuk, hát nyilván egy bérlőről nehéz azért megállapítani sokszor, hogy most ő jó bérlő lesz-e vagy sem, meg nyilván nagyon sokszor ezek élethelyzetektől is függnek, amiben belesodródhat egy bérlő, de mi az, amire nagyon figyeljen valaki, és mondjuk egy szerződésben mindenképp foglalja bele, hogyha egy lakást bérbe ad? Alapvetően én azért úgy gondolom, hogy a bérlő megválasztásában is lehet óvatosnak lenni, mert viszonylag bevett gyakorlat azért nálunk a kauciónak az alkalmazása, és ott, ahol már a kaució fizetéssel is gondok vannak, vagy már azon is alkudozik a bérlő, ott azért a legtöbb esetben lehet azt sejteni, hogy a későbbiekben mondjuk a teljesítés nem feltétlenül lesz zökkenőmentes, bár igaza van abban, hogy ettől függetlenül is előfordulhat, hogy később áll be valami olyan körülményváltozás, ami miatt mondjuk a bérlő nem tud teljesíteni. A bérleti szerződés kapcsán fontos az, hogy minden feltétel ugye exaktul és világosan megfogalmazott legyen. Tehát magyarul a bérletnek az időtartama, a felmondási lehetőségek, tehát hogy milyen esetekben jogosult mondjuk akár a bérbeadó rendkívüli felmondással élni, itt a nem fizetés, a rendeltetés ellenes használat, a használatnak a jogosulatlan átadása, tehát azért érdemes ezeket pontosan körülírni, és pontosan meghatározni azt a rendet is, aminek keretében ez a felmondás megtörténhet, és aminek a keretében a felmondás közlése kerülhet a másik féllel. Én azt mondom, hogy óvatosságból a kauciót azt ugye mindenféleképpen érdemes bérbeadói oldalon alkalmazni, hiszen ez egy konkrét pénzbeli óvadék arra, hogyha ne adj Isten valamilyen kár kellene elhárítani az ingatlannal kapcsolatban. Érdemes a szerződés szegések esetére valamilyen kötbért kikötni, hiszen ugye ez is egyfajta ugye anyagi nyomóerő lehet arra, hogy a szerződésben foglaltakat a felek betartsák. És hát én azért azt szoktam javasolni, hogy legalább, ha más nem, de legalább a kiköltözésre vonatkozó kötelezettségvállalásról szülessen közokirat, mert azzal ugye rengeteg későbbi időt meg energiát lehet megspórolni. Egyébként ön gyakran találkozik ilyen esetekkel itt a városban, vagy akár a megyében? Hát a gyakoriság az egy relatív fogalom, de nekünk is van folyamatban most jó pár ügyünk, ahol pontosan ez a tényállás, hogy beköltözött a bérlő, egy darabig tudott teljesíteni, aztán utána ugye úgy alakult a munkaviszonya vagy a jövedelmi viszonyai, hogy a továbbiakban nem tudott fizetni, és hát egész egyszerűen bejelentette a bérbeadónak, hogy ő fizetni nem tud, lehetősége viszont nincs arra, hogy bárhol elköltözzön, úgyhogy ő kivár, és egészen addig, ameddig hatósági úton nem kényszerítik a kiköltözést, addig az ingatlan nem hajlandó elhagyni. 150 milliárd forintból fejlesztenek 2024-ig a megyénkkel határos Tokaj-Zemplén térségben. A beruházások eredményeként libegővel lehet majd felmenni a Kopaszhegyre, ahol kávézót és éttermet is kialakítanak. Emellett több helyen a közlekedés infrastruktúra is megújul. A cél, hogy a desztináció még vonzóbb legyen a turisták számára, akiket a jövőben több és minőségibb szálláshelyek is várnak. Hónapok óta folyik a Tokaji Erzsébet királyné hídjának felújítása. Mint arról már korábban többször is hírtattunk, több mint 1 milliárd forintból korszerűsödik, és külön kerékpáros átvezetéssel bővül a Tisza feletti átkelő. Noha a munkálatok folyamatos forgalomkorlátozásokkal és amiatt lassabb haladással járnak a közlekedők számára, ezek befejeztével a biciklisek még biztonságosabban juthatnak el a városba Nyíregyházáról. Ha pedig már ott vannak, érdemes lesz körülnézni. Több turisztikai és infrastruktúrális beruházás valósul meg ugyanis a településen, annak a 150 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően, amelyet 2024-ig biztosít a kormány a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésére. Ezt még februárban jelentette be közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter, miután a régió fejlesztéséről egyeztetett az azért felelős kormánybiztossal. Eszerint Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen,
Párházán és Abaújszántón is megvalósulnak fejlesztések, mások mellett Borvidéki Látogatóközpont és új kerékpárutak formájában. De a legjelentősebbek a térség központjában, Tokajban lesznek. Ezek a beruházások elsősorban turisztikai jellegű beruházások, illetve infrastrukturális fejlesztéseket takarnak. Tokaj tekintetében lesz turisztikai beruházás is, illetve infrastrukturális beruházás is. Folytatódni fog Tokaj belvárosának a rehabilitációs programja. Ennek keretén belül fogunk ingatlanokat felújítani Tokaj belvárosában, illetve lesz egy kiemelt turisztikai beruházás, ami a tokaji tévétorony turisztikai hasznosítására irányul. Ez azt jelenti, hogy libegővel fel lehet lesz menni a tévétoronyig, és ott egy turisztikai látványosságot tervezünk, ami azt jelenti, hogy a tévétoronynak a gombájába lehet lesz majd fölmenni egy lifttel, és onnan teljes panorámába lehet élvezni majd azt a természeti értékeket, amelyet ott fönt lehet majd látni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon jelentős fejlesztés lesz. Ott ki fog alakulni majd egy kávézó, egy gyors étterem, vizes blokkok, amelyek reményeink szerint az odalátogatóknak a teljes körű kiszolgálását fogja eredményezni. A libegő az a tervek szerint a Fesztiválkatlantól fog indulni. Azért a Fesztiválkatlantól, mert ott ugye már kialakult parkolási lehetőségek vannak, illetve ott van már egy kialakult infrastruktúra. Itt elsősorban a büfére gondolok, a vizes blokkokra gondolok, és ugye ezt már akkor nem kell majd megépíteni, így csak a fenti helyszínen kell majd mindezeket kialakítani. Ezek azok a turisztikai jellegű beruházások, amik meg fognak valósulni, és bízom benne, hogy 2024-ig Tokaj teljesen új hangulatában és új megjelenésben fogja fogadni az ide érkező vendégeket. A kormányzati elképzelések alapján Budapest és a Balaton után az ország harmadik legjelentősebb turisztikai régiójává válhat a jövőben a Tokaj Zemplén térség. A polgármester szavai szerint ebben a városnak kiemelt szerepe van. Azt gondolom, hogy ez a forrás, ami ide fog jönni a térségbe, ez egy nagyon nagy lehetőség ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Egyébként is úgy gondoljuk, úgy ítéljük meg, hogy Tokaj hívószava ennek a térségnek adhat majd egy olyan lendületet, amivel tényleg ide fognak jönni a vendégek. Elsősorban azért is, mert ugye meg fog újulni a térség közlekedési infrastruktúrája is. Ugye a 37-es út Szerencs és Újhely között fog megújulni, ennek a program keretében fog a Bodrogkeresztúr-Tokaj úthálózat is felújítást nyerni, ami azt jelenti, hogy sokkal jobban megközelíthetőbb lesz majd Tokaj hegyalja, és hát azok a turisztikai beruházások pedig majd, amelyek megvalósulnak, azok hosszú távon nagyobb időre fogják majd itt tartani a turistát, és reményeink szerint ez jelentős mértékben a vendégészakák számában is meg fog jelenni. Nem a Waberer csomag, ott is lesz szálláshelyfejlesztés, de egyébként több szálláshelyfejlesztés is lesz majd a térségben, ami azt gondolom, hogy lehetővé teszi azt, hogy minél több vendégészakát töltsenek majd itt a vendégek. Azt gondolom, hogy a legnagyobb szállodafejlesztés fog megvalósulni most Tokajban. Ugye rettentően felgyorsultak az ötcsillagos szárszobás szállodának a kivitelezési munkálatai. Tervek szerint ez 22 áprilisában már vendégeket fog fogadni. Én azt hiszem, hogy ez a beruházás egy jelentős fordulópontja lesz majd tokaji turisztikai életnek. Azon túlmenően, hogy egy hatalmas űrt tölt majd be, és Tokahegyalján ugye nem volt ekkora nagyságrendű és ilyen minőségi szálloda, ez egy hatalmas lökést adhat a térségnek és magának, Tokaj városának, és nem kell megfeledkezni arról sem, hogy a Hotel Tokaj, ami a Tisza és a Bodrog összefolyásánál van, ez is megújul, bővülni fog, 55 szobássá fog majd fejlődni, és ez is négycsillagossá fog átalakulni. Ez is azt gondolom, hogy óriási
lehetőség arra, hogy a minőségi szálláshelyek tekintetében nagy fejlődés legyen, és ez azt jelenti, hogy a turistáknak a minősége is javulni fog, akik megérkeznek a településre, mert ezzel egyértelműen a magasabb szálláshelyekre, a magasabb színvonalú turisták fognak megérkezni reményeink szerint. Tehát én azt gondolom, ezek a beruházások mindenképpen fogják erősíteni Tokaj szerepét a turisztikában is, illetve a térség szerepét is az egész turisztikai desztinációban. Mint Varga Mihály februári bejegyzésében aláhúzta, a kormány azon dolgozik, hogy a beruházások az ország teljes területén segítsék a gazdaság újraindítását. A meginduló fejlesztések pedig a tárcavezető szerint növelik a helyben élők lehetőségeit és a települések népessé megtartó erejét. Ennek a térségnek a legnagyobb problémája az, hogy nehezen tudja itt tartani a fiatalokat, illetve nehezen tudja itt tartani az embereket. Reményeink szerint ezek a beruházások, amelyek nagyobb munkahelyteremtéssel is fognak járni, itt fogják tudni tartani nem csak a fiatalokat, hanem azokat is, akik elmentek. Azt gondoljuk, hogy akik eddig külföldön dolgoztak a vendéglátóiparban, ilyen minőségi szolgáltatások tekintetében haza fognak jönni, és itt fognak munkát vállalni. Reményeink szerint ezeknek a beruházásoknak lesz munkahely megtartó ereje, és bízunk abban, hogy a térségben az az elvándorlás, ami nap mint nap tapasztalható, megszűnik, és a jövőben elindulhat egy olyan fejlődés, hogy a népesség szám növekedésről is tudunk majd beszámolni. Én bízom abban, hogy ez így lesz. Ezeknek a beruházásoknak ez is célja az infrastruktúra fejlesztésen túl, hogy itt tudjuk tartani a fiatalokat, itt tudjuk tartani azokat, akik Zemplénben gondolkodnak, vagy Tokajban szeretnének élni. Sok mindentől függ a családalapítás időpontja. A gyermekvállalást, a párkapcsolat, az anyagi feltételek és az áhított karrier is befolyásolja. A nők többsége egyre később szüli meg első gyermekét, aminek a modern diagnosztikai eszközök és a felkészült orvostudomány ellenére is megvannak a maga veszélyei. Az első gyermeküket vállaló európai nők átlag életkora 2019-ben a 29,5 évhez közelített. Témánk a késő gyermekvállalás. Régen ugye azért még a nagyományok idejében akár már 20-25 éves korukra akár nagy családdal is rendelkeztek, manapság ez nyilván már azért jócskán kitolódott. Mennyire fontos a terhességben vagy a gyermekvállalásban a kor, az életkor? Sőt, hát évtizedekkel korábban még hamarabb is vállaltak a hölgyek babákat. Én azt gondolom, hogy a felgyorsult világunkban, tehát nyilván mindenki számára fontos egy karrier, van egy elképzelt életút, és mindenki próbálja ezért időben beépíteni a gyermekvállalást ebbe az életútba. Én azt gondolom, hogy mindenkit arra biztatunk, hogy amikor az élethelyzet elérkezett, hogy úgy látja, hogy nyugodtan tudnak gyermeket tervezni és vállalni, minél hamarabb tegyék meg a hölgyek. Nyilván vannak olyan szituációk és olyan betegségek, amikor, ha későbbre tevődik a gyermekvállalás, fokozottabb a kockázata számos kromoszomális hibának, illetve betegségnek, tehát minél korábban vállaljunk gyermeket, annál inkább biztonságosabban lehet kiviselni a várandóságot. Válasszuk már egy picit ketté a dolgot, hogy mi lehet a következménye vagy negatív hatása annak, hogyha az anyukára nézve, hogyha későn vállal gyermeket, illetve van-e kockázat a babára nézve? Ugye a konzenzus szerint mindig azt mondjuk, hogy a kromoszóma hibák és genetikai betegségek előfordulási gyakorisága az anyai életkorral haladva, növekedve exponenciálisan növekszik. Tehát gondolunk itt leggyakrabban a Down-szindrómára, amely sokkal-sokkal gyakrabban fordul elő egy 30 év fölötti hölgy esetében. Ez a gyakoriság 37 év fölött meg még inkább fokozottá válik. Ezért is tanácsoljuk minden egyes kismamának, hogy 37 év fölött mindenféleképpen nekünk fel kell ajánlani invazív beavatkozásokat, gondolunk itt kóriumboholy mintavételre, illetve magzatvíz mintavételre, hogy teljes mértékben kizárjuk ezen kromoszomális betegségek gyakoriságát, illetve előfordulását. Külön egyébként magzatokat tekintve
hogyha megvannak a genetikai vizsgálatok, és nincs semmiféle eltérés benne, igazából már nem jelent olyan nagy kockázatot az anyai életkornak a növekedése. Nyilván megvannak a megfelelő protokollok, azon kivizsgálások, amelyek biztonságossá kell tenni egy idősebb korban vállalt várandóságnak a kiviselését is. Van olyan, hogy ideális életkor a várandóságra? Én azt gondolom, hogy ez teljesen szubjektív. Tehát mindenkinek meg kell találni azt a családi helyzetet, élethelyzetet, azt a biztonságot, amikor nyugodtan el tudják dönteni, hogy mikor szeretnének babát vállalni. Tehát mindenkinek az a ideális életkor, amikor tényleg kiegyensúlyozottnak érzi magát abban a kapcsolatban, és az időt elérkezettnek látja, hogy gyermeket vállalhasson. Tehát exakt módon nem tudjuk megmondani, mi az, hogy ideális. Nyilván, hogyha a kromoszomális hibákat nézve, minél fiatalabban vállalnak a hölgyek babákat, annál kisebb a valószínűsége ezen betegségek előfordulásának. Vannak olyan tipikus, akár betegségek, amik mondjuk egy későn vállalt terhesség kapcsán jöhetnek elő jellemzően a hölgyeknél? Tehát nyilván azért egy idősebb korban vállalt várandóságoknál fokozatosan oda kell figyelni cukorbetegségre, magas vérnyomásra, egyéb olyan elváltozásokra, amelyek azért fiatalabb korban kevésbé tetten érhetőek. Tehát a várandós gondozást néző szakembereknek feladata, gondolunk itt védőnőkre, szakorvosokra, szülésznőkre, hogy kiszűrjék azon eseteket, amikor tényleg egy korábbi vizsgálatra van szükség, egy élettani terhességhez képest, hogy megakadályozzuk azt, hogy az idősebben hölgyeknél előforduljanak ezek a betegségek. Elsősorban itt tényleg vérnyomás problémákra, kiugró cukorértékekre gondolunk, de az anyai életkornak a növekedése elsősorban a magzati kromoszomális hibáknak az előfordulásának. Az esetleges koraszülésekben számíthat az anyukának az életkora? Nagyobb arányban van esetleg az idősebb hölgyeknél a koraszülés? Egyértelműen nem jelenthetjük ki, tehát nyilván a koraszülésnek vannak kockázatai, amelyek előfordulhatnak fiatal korban is, gondolunk mészájelégtelenségre, egy felülfertőződésre. Tehát a koraszülésnek a kockázata mindig megvan, nem jelenthető ki egyértelműen az idősebb hölgyeknél, ez szignifikánsan több lett. És mi a helyzet ugyanezen szempontokat nézve a császármetszésekkel? Nagyobb kockázat egy idősebb hölgynek egy normál szülés? Nem, egyáltalán nem. Tehát ugyanígy azt szoktuk mondani, hogyha a várandóság élettani, ugye, hogyha egy, tegyük azt 37 év fölött lévő kismamánál minden kivizsgálás megtörtént, és a várandósága élettani, és tényleg a szülési körülmények azok teljes mértékben adottak, tehát nincs semmiféle patológiás eltérés, azt gondolom, hogy a spontán szülés lezajlása semmiféle veszély, plusz veszélyt számukra nem jelent. A legtöbbször az édesanyákról beszélünk, az édesapa életkora befolyásol bármit a terhességben? Ugye régen azt mondták, hogy igazából az anyai életkora számít egyértelműen a genetikai hibákat nézve. Gyakrabban találkozunk olyan esetekkel, hogy idősebb urak, fiatalabb párral rendelkeznek. Nincs exakt módon kimutatva, hogy az apai életkor előre haladtával egyértelműen fokozódnának a kromoszóma hibák. Tehát egyértelműen azt jelenthetjük ki, hogy egy idősebb hölgy esetében gyakrabban fordul elő kromoszomális hiba, mint az urak esetében. Nyilván nagyon sok tényező befolyásolhat egy hölgynél egy várandóságot, gondolok itt akár civilizációs dolgokra, nyilván régebben esetleg akár még veszélyesebb is lehetett egy terhesség, mint napjainkban, azért sokat fejlődött a kórházi ellátás, az orvosok tudása. Tehát, hogyha mondjuk a külső tényezőket nézzük, napjainkban akár egy idősebb kismama is könnyebb helyzetben van? Hál' Istennek igen, tehát kijelenthetjük azt, hogy köszönhetően a modernkori várandós gondozásnak, és tényleg azoknak a protektív szűrő vizsgálatoknak hála. Tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogyha egy hölgy, legyen az bármelyik életkorban, tényleg becsületesen eljár várandós gondozásra, igénybe veszi a genetikai szűrővizsgálatokat,
teljes mértékben kijelenthető, hogy egészséges újszülöttnek a kiviselésére, illetve a szülésére abszolút jó esélye van. Sokat változott a gyermekvállalási szokás az utóbbi években, amit természetesen több tényező is befolyásol. Napjainkban újra elkezdett csökkenni a szülőnők átlag életkora, ami sokak szerint a kormány által indított várandóságot érintő kedvezményeknek is köszönhető. A meddőségi statisztikákat nézzük, sajnos egyre több fiatal nőt is érint valami olyan probléma, ami miatt nehezítettek a gyermekvállalás esélyei. Az életkornak ezen a területen is van jelentősége. Mindig azt szoktuk mondani, hogy egy hölgy esetében a várandóság előtt szakorvos segítségével körbe kell járni, hogy milyen esélyek lesznek a babavállaláshoz. Nagyon fontos az, hogy szakorvossal konzultálva kiszűrjük már az elején azokat a problémákat, amelyek gátolhatják, akadályozhatják ugye a teherbeesést. Főleg akkor, hogyha egy idősebb hölgyről van szó, hiszen a biológia sajnos egy adott ponton már nem teszi lehetővé a petejérést, és az időt tulajdonképpen valamilyen szinten versenyt kell futni az idővel, hogy ne mondjuk azt a végén, hogy sajnos már nincs lehetőség, hogy segítsünk akár mesterséges úton is a hölgyeknek a várandósághoz. Azt szoktuk mondani, 37 éves kor alatt érdemes már gondolkodni ugye a babavállaláson, tehát egyértelműen csökken a genetikai betegségek kockázata is, illetve a teherbeesésnek a valószínűsége is egyértelműen nagyobb azért 37 éves kor alatt. Igazából a legfontosabb, hogy minél inkább a kiegyensúlyozott helyzetben és állapotban döntsenek a hölgyek a várandóságok mellett, rendszeresen eljárva várandós gondozásra, védőnőjükkel, szülésznőjükkel, kezelőorvosokkal konzultálva, tényleg minden olyan vizsgálatot, amelyet a várandós gondozási protokoll lehetővé tesz elvégezve, és tényleg betartva az olyan alapvető dolgokat, hogy rendszeresen szedik a magzatvédő vitamin, rendszeresen figyelnek a vérnyomásukra, vércukorértékeikre, akár még sportolnak a várandóság alatt, egyértelműen csökkenti a később előforduló komplikációkat a várandóságok, illetve a szülésük alatt. Önök 35 perc című műsorunkat látták, reméljük tartalmasnak találták. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!